Hello, sziasztok, és nagyon szép jó napot, valamint kellemes, mosolygós, vidám vasárnapi napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel Frici, a Sárga Sáv túraútvonalról, a Nostri autós pihenő környékéről. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, lányok és fiúk, kedves nézőim, én itt vagyok a Sárga Sáv túraútvonalon, a Nostri autós pihenő környékén, ami természetesen nem a véletlen műve, hiszen ez egy újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó lesz, tőlem Fricitől, ahogy már megszokhattátok. Ha gondoljátok, tartsatok velem Fricivel, ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen, gagyi videóban. És én a továbbiakban arra felé fogom folytatni a sétámat, tehát arra felé fogok haladni a továbbiakban, de még mielőtt tovább haladnánk arra felé, megmutatom néktek, hogy konkrétan az ezt megelőző videómban melyik irányból is érkeztem, ez következik most. És akkor mindjárt mutatom is nektek, hogy melyik irányból érkeztem a ezt megelőző videómban, közben a környezet az így néz ki, ahogy látható ezen a felvételen, ilyen ködös párás időnk van, ami nem is olyan rossz, és akkor én az ezt megelőző videómban konkrétan abból az irányból érkeztem, tehát abból az irányból érkeztem az ezt megelőző videómban, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! Így hát én a továbbiakban nem arra felé fogok haladni, hiszen abból az irányból jöttem, így hát fordulok is egy 180 fokot, és folytatom tovább az én kis sétámat, itt a Sárga Sáv túraútvonalon, a Nostri autós pihenő környékén. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor én a továbbiakban arra felé fogok haladni, tartsatok velem! És akkor, ahogy látható ezen a felvételen, én már folytatom is tovább az én kis sétámat, konkrétan azt a sétámat folytatom, amit én az ezt megelőző videóimban kezdtem el, de ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, és ez már itt a Sárga Sáv túraútvonal, amin most éppen sétálok, hisz a mai napon már több túraútvonalat is érintettem, ezen a vasárnapi napon, mióta elindultam Csopakról, a Mileumi Parkból, hiszen már több túraútvonalat is érintettem én ezen a vasárnapi napon, ugye érintettem ugye a Balatoni Kék túraútat, a Kék Háromszög túraútvonalat, a Piros Sáv túraútvonalat is érintettem már, és most itt vagyok a Sárga Sáv túraútvonalon. Hát a mai napon ez már a negyedik, tehát már a negyedik túraútvonal, amit érintek ezen a vasárnapi napon, mióta elindultam Csopakról, a Mileumi Parkból. És akkor haladok is tovább itt a Sárga Sávon, a Nostori autós pihenő környékén, mert erre felé van amúgy a Nostori autós pihenő, hát konkrétan itt van nagyon közel ide, ugye a tegnapi napon csak odáig sétáltam el, azok a videók természetesen már megtekinthetőek az én kis YouTube csatornámon, nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen! És akkor haladok tovább itt a Sárga Sávon, hát a mai napon még erről a túraútvonalról is le fogok térni, majd nem is olyan sokára, tehát le fogok térni erről a Sárga Sáv túraútvonalról, nem is olyan sokára konkrétan, és akkor ki is érkeztünk egy gyönyörű szép tisztásra. Hát igaz, most a köd véget, túl sok minden nem látszik belőle, de itt vagyok egy nagyon szép tisztás szélén, ahogy látható ezen a felvételen. Tudom, a köd véget ez most nem annyira jön át, de így néz ki a környezet, íme. Tehát így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen.
Tehát így néz ki a környezet. Ilyen ködös párás időnk van, egy kicsi van némi köd. Én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, arra felé van Palóznak, Csopak, illetve arra felé van a Csákányhegyi kilátó is, tehát Palóznak, Csopak, illetve a Csákányhegyi kilátó is konkrétan arra felé van, tehát abba az irányba van, én abból az irányból érkezem, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor haladok is tovább, méghozzá, arra felé haladok tovább, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor én már folytatom is tovább az én kis sétámat, most még itt a Sárgasáv túraútvonalon. Hát erről a Sárgasáv túraútvonalról konkrétan azt kell tudni, hogy ez elindul Lovasfaluból, a templomtérről, a református templom elől, és tart egészen a 73-as számú főútig, ez a bizonyos Sárgasáv túraútvonal, ahol most is éppen sétálok, mert ez még itt a Sárgasáv túraútvonal, de ahogy mondottam, ugye a mai napon ugye nem csak egy adott túraútvonalon fogok haladni, hanem több túraútvonalat is fogok érinteni ezen a mai napon, sőt, hát már rengeteg túraútvonalat érintettem, ugye az előzőjekben elmondtam, hogy mióta elindultam Csopakról, a Mileumi Parkból, azóta ugye jó pár darab útvonalat, túraútvonalat is érintettem, például ugye Csopaktól egészen föl a Csákányhegy tetejéig, a Balatoni Kéksáv túraútvonalat érintettem, fönn a Csákányhegy tetején a Kék Háromszög túraútvonalat is érintettem, és nem is olyan nagyon régen, az ezt megelőző videómban, hogyha megnézitek, akkor érintettem a Piros Sáv túraútvonalat is, de mai napon még fogom érinteni azt a Piros Sáv túraútvonalat, amit én az ezt megelőző videómban is érintettem. Most jelen esetben ugye a Sárga Sáv túraútvonalon vagyok, jelen esetben, de ez sem lesz sokáig így, hiszen nem sokára rá fogok térni a piros karikatúra útvonalra, tehát a piros teli karika útvonalra fogok rátérni, nem is olyan sokára, konkrétan hamarosan. Az valószínű, hogy ebben a videóban meg is fog történni, hogy magam mögött fogom hagyni a Sárga Sáv túra útvonalat is, és rá fogok térni a piros karika túra útvonalra, és a piros karika túra útvonalon szépen el fogok sétálni egészen a Piros Sáv túra útvonalig, majd a Piros Sáv túraútvonalon el fogok sétálni a Zöld Sáv túraútvonalig, és végül a Zöld Sáv túraútvonalon fogom megközelíteni Felsőőrst. Ugye a mai úti célom az konkrétan ugye Felsőőrs, de ezt én már elmondtam ezt megelőző videóimban. Ahhoz, hogy értsétek, hogy én itt tulajdonképpen miről is dumálok, feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen! Akkor egy kis körültekintés, hogy ne csak a süket dumámat hallgassátok, hát így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Hát tudom, most a köd véget sok minden nem látható, de így néz ki a környezet, íme, tehát így néz ki. Ugye én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát én abból az irányból jövök, tehát én onnan jövök. Tudom, hogy baromi nagy köd van, mert tudom, hogy köd van, hisz látom, hisz itt vagyok benne a ködbe. Hát így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Mondjuk ennek is van egyfajta hangulata, mert tényleg van egyfajta hangulata neki. És akkor szépen haladok is tovább arra felé. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladok tovább itt a Sárga Sávon. Tehát még mindig a Sárgasáv túraútvonalon sétálok, úgymond, vagy éppen túrázok. Hát ez inkább már túrázás lesz, nem csak séta lesz. Hát igaz, a mai napon már ugye a nehezebbik szakaszon már túl vagyok. Ugye az mindjárt a utam elején, tehát mindjárt túrám elején megcsináltam a nehezebbik szakaszt. Ugye az volt, amikor Csopak faluból felkapaszkodtam a Csákányhegyre, tehát az volt a
meredekebbik és a húzósabb szakasz. Hát ami itt jön, ez már ahhoz képest sétagalop, egészen felső őrsik tulajdonképpen, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok tudni, hogy tulajdonképpen én itt miről is dumálok, hogyha megnézitek az ezt megelőző videókat is. Köszönöm szépen! És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a én kis sétámat. Itt a sárga sáv túra útvonalon. Amúgy nincsen hideg, tehát egyáltalán nincsen hideg. Tök jó idő van konkrétan. Csak ugye ez a köd, ez nem kellene, de hát ugye október van, amikor ez a videó készült. Pontos idő és dátum folyamatosan látható a kijelző aljában, hogy tulajdonképpen mikor is készült ez az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videó. Tehát ott van a kijelző aljában tulajdonképpen, hogy mikor is készült ez az újabb videó. Hát nézzétek meg a ezt megelőző videókat is természetesen. És itt nem sokára le is fogok térni a sárga sáv túraútvonalról, és rá fogok térni a piros teli karika túraútvonalra, és azon fogok a továbbiakban haladni egészen a sárga, a piros sávig, tehát vissza fogok térni a piros sáv túraútvonalra, ahogy mondottam a előzőjekben. Ugye most vagyok a sárga sáv túraútvonalon, tehát most vagyok ugye a sárga sávon, és majd itt fogok letérni róla, tehát itt ezen a ponton fogok letérni a sárga sáv túraútvonalról, és rátérek a piros teli karika vagy kör túraútvonalra, ami már tulajdonképpen itt van tőlem jobbra, tehát itt van már tőlem jobbra a piros karika túraútvonal. Én ugye a továbbiabban nem arra felé fogok haladni, mert arra haladnánk tovább, akkor el tudnánk sétálni egészen a 73-as számú főútig, ahol véget is ér tulajdonképpen ez a sárga sáv túraútvonal, amúgy ott van is egy busz megálló, ahol véget ér ez a sárga sáv túraútvonal, méghozzá az arra felé van, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, tehát így néz ki a környezet, íme, tehát így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. Tudom, hogy ködös az idő, és túl sok minden nem látszik belőle a tájból, de így néz ki a környezet, íme. Én ugye konkrétan abból az irányból jövök, tehát én abból az irányból jövök, arrafelé van Palóznak, Csopak, illetve a Csákányhegyi kilátó is konkrétan arrafelé van, és akkor én a továbbiakban fogok rátérek a piros teli karika túraútvonalra, ami konkrétan arrafelé halad, tehát én arrafelé fogom folytatni az én kis sétámat, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen! És akkor egy kis körültekintés, hogy is néz ki a környezet, íme, tehát így néz ki a környezet, ugye abba az irányba halad tovább a sárga sáv túraútvonal, és így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, íme. Tehát így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen. És akkor én már folytatom is tovább a sétámat, méghozzá a piros karikatúra útvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor itt szépen rá is térek a piros karikatúra útvonalra, ami arra felé halad. És ahogy láthassátok ezen a felvételen, ebben a pillanatban magam mögött is hagytam a sárga sáv túraútvonalat, és rátértem a piros teli karika vagy kör túraútvonalra. Rátértem a piros teli karika vagy kör túraútvonalra, kinek hogy tetszik, tehát arra tértem rá. A tegnapi napon itt javába zajlott a futóverseny, tehát a tegnapi napon itt terepfutóverseny zajlott, és ennek még vannak nyomai is tulajdonképpen, hogy itt a tegnapi napon volt egy terepfutóverseny, méghozzá az Ultra Balatonnak volt a terepfutóversenye a tegnapi napon, amikor is ugye szombat volt, tehát ugye a tegnapi napon volt a terepfutóverseny,
itt a Balaton felvidéken, tehát az a tegnapi napon volt, tehát 22-én, hiszen a mai napon már vasárnap van, és október 23-a van konkrétan, amikor ez a videó készült. Pontos idő és dátum folyamatosan látható a kijelző aljában. És akkor szépen haladok tovább itt a piros teli karikatúra útvonalon. Hát most ezen fogok elsétálni egészen a piros sáv túra útvonalig, és ott majd szépen rátérek a piros sávra, és a piros sávon fogok tovább haladni, és végül rá fogok térni a zöld sáv túra útvonalra is, ami tulajdonképpen már el fog engemet vinni Felsőőrsre tulajdonképpen. Ugye a mai úti célom az Felsőőrs, tehát Felsőőrsig fogok elsétálni ezen a vasárnapi napon. Konkrétan, ugye ezt az ezt megelőző videóimban is már elmondtam, hogy ezen a vasárnapi napon Csopak és Felsőőrs között fogok túrázni. Hát ezt láthassátok ebben a videóban, meg már az ezt megelőző videókban is tulajdonképpen ezt láthattátok. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Ugye a piros teli karika túraútvonalon haladok, tehát a piros teli karika túraútvonalon haladok, egészen a piros sáv túraútvonalig, mert az a piros teli karika túraútvonal bele fog torkolódni a piros sáv túraútvonalba, és majd a piros sáv túraútvonalon fogok haladni egészen a zöld sáv túraútvonalig, és végül a zöld sáv túraútvonal által fogok eljutni a célomhoz, tehát Felsőőrshöz, tehát a mai cél az ugye Felsőőrs, de ezt ugye már elmondtam az ezt megelőző videóimban is, aki esetleg nem nézte volna az ezt megelőző videókat, de feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen miről is dumálok. Hát szépen haladok is tovább, ahogy látható ezen a felvételen, tehát szépen folytatom tovább az én kis sétámat tulajdonképpen, méghozzá azt a sétámat konkrétan, amit én ugye az ezt megelőző videóimban kezdtem el. És akkor haladok tovább. Hát itt van egy jobbra kanyar, hogy látható ezen a felvételen. Tehát itt van egy jobbra kanyar, itt, ahogy látható. És erre haladt tegnap a futómezőny, tehát errefelé haladt a tegnapi napon a terep futómezőny is. Tehát errefelé haladt, hiszen ki van végig szalagozva még mindig a útvonal, hogy merre is haladta a tegnapi terepfutóverseny itt a Balaton felvidéken. Ott van a szalag, ugye? Látható is egy szalag. És akkor szépen haladok tovább itt a piros teli karikatúra útvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor itt bejöttünk egy erdősebb szakaszra, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát bejöttünk egy erdősebb szakaszra. Hát ugye rengeteget túrázok én ilyen erdős vidéken. Hát többek közt már itt is jártam több alkalommal is. Hát konkrétan nyáron jártam itt utoljára. Csak akkor éppen pont fordítva gyalogoltam. Tehát nem ebbe az irányba haladtam, amerre most haladok, hanem pont fordítva haladtam a nyáron. De nyáron jártam itt utoljára, mert tény és való, hogy nyáron itt jártam utoljára, több alkalommal is, minimum két alkalommal, minimum. És arról is természetesen vannak videók az én kis YouTube csatornámon, amikor nyáron jártam itten, ugyanezen az útszakaszon, csak éppen akkor fordítva jártam be ezt az utat, nem pedig úgy, mint ahogy most járom be. Tehát akkor pont fordítva jártam be. Hát most ahhoz képest ugye a másik irányba haladok, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát most a másik irányba haladok tulajdonképpen. Tehát most ugye az a tervem, hogy Felsőőrsig elgyalogoljak. Tehát most ez a tervem erre a vasárnapi napra, hogy Felsőőrsig elsétáljak egészen Csopaktól. Ugye?
de ezt már az ezt megelőző videóimban elmondtam. Nézzétek meg a ezt megelőző videókat is. És akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát folytatom tovább a én kis sétámat tulajdonképpen Felsőrs felé. Tehát konkrétan Felsőrs irányába kezdtem el haladni. Valójában mindvégig Felsőrs irányába haladtam, mióta elindultam Csopakról, a Mileumi Parkból, mert tényleg Csopakról indultam el, a Mileumi Parkból, de nézzétek meg a ezt megelőző videókat is, és akkor érteni fogjátok a cheesy jót, mert ha csak ezt a videót nézitek meg, akkor nem fogtok érteni semmit sem a egészből tulajdonképpen, tehát mindenképp nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, köszönöm szépen. És akkor szépen haladok tovább. Itt a piros teli karika túra útvonalon, azért kijelölt utakon fogok most már haladni, tehát most már tényleg kijelölt utakon fogok haladni. Jó, hát volt egy kis szakasz az előzőjekben, tehát az előző videókban volt egy kis szakasz, amikor jelöletlen úton haladtam, de akkor is kitaposott kocsi úton haladtam, tehát nem bent a erdőnek a dzsindzsájában, dzsumbújban, hanem rendes kitaposott utakon haladtam, ugye? Hát most meg ugye már kijelölt turista úton haladok, méghozzá a piros teli karika túraútvonalon haladok, a piros sáv túraútvonal felé. És akkor szépen haladok is tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Tehát szépen haladok is tovább tulajdonképpen. Hát a mai nap ez egy nagyon jó kis túrázós nap én részemről, még akkor is, hogyha a nap most jelen esetben nem süt, meg hogyha van némi köd is, mert van némi köd is, de hát ugye október van, és ilyenkor a köd már ugye már elfogadott tény és megvalósult tény, hogy ilyenkor ködös az idő, meg párás a levegő, hisz októberban ez úgymond normálisnak mondható, hogyha köd van és hogyha ködös az idő. És akkor szépen haladok tovább itt a piros teli karikatúra útvonalon még mindig, aminek nem sokára vége is lesz, hiszen bele fog torkolódni a piros sáv túraútvonalba, ez a bizonyos piros teli karika túraútvonal, ahol most éppen sétálok, illetve túrázok. A tegnapi napon itt azért lehet látni, hogy sokan jártak erre, tehát jól le van taposva a fű. Ugye a tegnapi napon volt ugye a terepfutó verseny, ugye a Ultra Balatonnak a terepfutó versenye, az a tegnapi napon volt. Lehet látni, hogy ez volt az egyik kijelölt szakasz, mert nagyon ki van taposva, mert tényleg baromira ki van taposva. Na meg vannak is itt még árulókodó jelek, hiszen a szalagokat még nem szedték össze, tehát vannak még itt szalagok is fölakaszva a falaknak a ágaira, illetve a gajakra, hogy errefelé haladt a tegnapi terepfutó versenynek a úgymond kijelölt pályája. És akkor itt lesz vége a piros teli karikatúra útvonalnak, tehát itt lesz vége a piros teli karikatúra útvonalnak, tehát itt ér véget a piros teli karikatúra útvonal, és itt szépen rátérek vissza a piros sáv túra útvonalra, tehát itt szépen vissza rá is tértem a piros sáv túra útvonalra tulajdonképpen, amit mindjárt meg is mutatok, hogy melyik irányból jön. Én a továbbiakban majd arrafelé fogok haladni, tehát arrafelé fogok haladni a továbbiakban, tehát arrafelé fogom folytatni az én kis sétámat, mert arrafelé kell haladjak, és akkor mutatom, hogy melyik irányból jön a piros sáv. Hát a piros sáv túraútvonal konkrétan abból az irányból jön, tehát abból az irányból jön a piros sáv túraútvonal, arrafelé van a Királykúti forrás, illetve arrafelé van Palóznak, tehát a Királykúti forrás és Palóznak az konkrétan arrafelé van, és abból az irányból jön a piros sáv túraútvonal, tehát abból az irányból jön a piros sáv túraútvonal, tehát onnan. És akkor én mutatom, hogy én honnan jövök.
Én pedig konkrétan mutatom, én abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, én onnan jövök, arra van a Nosztori autós pihenő, tehát a Nosztori autós pihenő az arra felé van, én konkrétan abból az irányból jövök, és abból az irányból halad egészen idáig a piros teli karika túra útvonal, tehát abból az irányból halad egész idáig a piros teli karika túra útvonal. Így hát én abból az irányból jöttem, és akkor fordulok is egy 180 fokot, és folytatom tovább az én kis sétámat itt a most már újra a piros sáv túra útvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor én a továbbiakban arrafelé folytatom a sétámat, tartsatok velem, és akkor haladok is tovább, és újra itt vagyok a piros sáv túra útvonalon, hisz a mai napon ezt már egyszer érintettem, ezt a piros sáv túra útvonalat, amiről egyébként azt kell tudni erről a piros sáv túra útvonalról, hogy ez elindul Palóznak faluból, a falu központból, és tart egészen Veszprém Fajszonát, egészen Veszprémig, ez a bizonyos piros sáv túra útvonal, ahol most is éppen én sétálok, hisz rátértem újra a piros sáv túra útvonalra. Hát erről a piros sáv túra útvonalról én már korábban több videót is készítettem, tehát több videó is készült már erről a piros sáv túra útvonalról. Nézzétek meg azokat a videókat is, köszönöm szépen. És akkor itt szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen, tehát folytatom tovább az én kis sétámat, tovább itt haladunk a piros sávon. És ugye itt van, ugye a tegnapi napon volt ugye a terepfutó verseny, van is erre utaló nyom még, ott látható a kijelölt Ultra Balaton Trail, tehát terepfutó verseny volt itt tegnap, még ott látható a szalag is, tehát ott van, és akkor szépen haladok tovább, itt balra kell majd kanyarodjak, tehát itt balra kell elkanyarodnom, ma a piros sáv túraútvonal itt balra halad, tehát itt balra kell elkanyarodnom, itt amúgy van egy útelágazás, tehát abba az irányba is halad egy út, tehát arrafelé is halad egy út, de az egy jelöletlen út, ami arrafelé halad, tehát ami arrafelé halad, az egy jelöletlen út, és akkor így néz ki a környezet, ahogy látható ezen a felvételen, és én a további abban arrafelé haladok, tehát abban az irányba folytatom a sétámat, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor egy kis visszatekintés, hogy én honnan is jövök, én konkrétan ugye abból az irányból jövök, tehát abból az irányból jövök, tehát onnan jövök, tehát arról jövök, onnan jövök, és fordulok egy újabb 180 fokot, és folytatom tovább a sétámat, itt a piros sáv túraútvonalon, tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen, és akkor haladok is tovább, nem arra, hanem itt szépen balra szépen elkanyarodok, méghozzá abba az irányba. És akkor én már folytatom is tovább az én kis sétámat, és haladok szépen Felsőőrs irányába, tehát elkezdek Felsőőrs irányába haladni. Mondjuk mióta elindultam ebből a sétával, azóta egyfolytában tulajdonképpen Felsőőrs irányába haladok, mióta elindultam Csopakról, a Mileumi Parkból, ugye a Csonkatoronytól, ugye onnan indultam el én ebből a sétával, de nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok tudni, hogy tulajdonképpen miről is dumálok, hogyha megnézitek az ezt megelőző videókat is természetesen, tehát mindenképp meg kell néznetek az ezt megelőző videókat, hogy értsétek, hogy én tulajdonképpen miről is dumálok, tehát feltétlenül nézzétek meg az ezt megelőző videókat is, és akkor fogjátok érteni, hogy tulajdonképpen én itt most miről is beszélek. És akkor szépen haladok tovább itt a piros sávon, ugye? Rátértem a piros sáv túraútvonalra.
Hát a mai napon még egy túra útvonalat fogok érinteni, méghozzá a zöldsávot. Tehát a mai napon még fogom érinteni a zöldsáv túra útvonalat is, és végül majd azon a zöldsáv túra útvonalon fogom megközelíteni Felsőrst végül is. Tehát azon fogom majd megközelíteni Felsőrst tulajdonképpen a zöldsáv túra útvonalon. Hát ami majd még jócskán, odáig még van egy pár kilométer, tehát odáig azért van még egy pár kilométer vissza, mire én eljutok Felsőrsig, tehát azért még van egy pár kilométer, ha nem is olyan sok, de egy pár kilométer még van. Hát a útnak a java része már tulajdonképpen mögöttem van, tehát nagyjából az útnak a fele, tehát már több mint a fele az tulajdonképpen már mögöttem van, több mint a felén már túl vagyok magának a mai túrámnak, tehát már több mint a fele már megvan, és akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Természetesen még mindig itt a piros sáv túra útvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, hogyha úgy gondoljátok. Köszönöm szépen! Akkor szépen haladok tovább, ahogy látható ezen a felvételen. Itt a piros sávon. Jó napot, jó utat! Megörökíted a mintát? Nem, csak az útvonalat. És akkor folytatom is tovább a én kis sétámat tulajdonképpen, ezen a bizonyos piros sáv túra útvonalon. Tartsatok velem a továbbiakban is, köszönöm szépen. És akkor haladok is tovább, itt a piros sávon, még mindig. És lassacskán ugye ezt a videót le is fogom zárni, és egyelőre meg fogom köszönni a figyelmeteket, hogy itt voltatok velem ebben az újabb spontán, amatőr, vágatlan, sétálós, értelmetlen gagyi videóban. Ha tetszett ez a videó, akkor díjazzátok egy lájkkal, ha nem tetszett, akkor nyomjatok el nyugodtan egy dislike-ot, illetve írjátok meg a véleményeteket a komment szekcióban. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem egy következő videóban is, hiszen ennek a sétának még tulajdonképpen nincs vége, tehát hamarosan fogom folytatni én ezt a sétát, illetve túrát természetesen, majd egy következő videóban. Tartsatok velem a következő videóban is, köszönöm szépen. Ha megnéztétek ezt a videót, azt is nagyon köszönöm szépen, és ha megnéztétek az ezt megelőző videókat is, azt is nagyon köszönöm szépen. Tehát mindent mindenképpen köszönöm szépen, akár csak ezt a videót néztétek meg, akár csak akármelyiket az ezt megelőzőjek közül. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Hamarosan folytatom én ezt a sétát természetesen. Tehát hamarosan én folytatom ezt a túrát, majd egy következő videóban. Tartsatok velem a következő videóban is, hiszen ennek a videónak itt és most vége lesz egyelőre, és hamarosan jelentkezek a folytatással, tartsatok velem a továbbiakban is. Én majd a továbbiakban arrafelé fogom folytatni az én kis sétámat, tehát arrafelé fogom folytatni a sétámat a továbbiakban, de ez majd egy következő videó témája lesz, mivel ennek a videónak itt és most vége lesz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is. Tartsatok velem a következő videóban is. Addig is legyetek jók, vigyázzatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel Frici, a piros sáv túraútvonalról, Palóznak és Veszprém Fajsz között valahol. Sziasztok!